leleplék a bogarak, csak nehogy higgyik el a bogarakokat. Bátorítsuk tapsal a következő jelenet kiszereplőjét. Bizonyára már mindannyiukban felmerült az a kérdés, hogy vannak-e bogarak és gonoszak? Erre a kérdésre most csak önöknek válaszolunk. Tadám! Szia! Első kérdés. Hogy néz ki? Felhúzom a rádot, kinyitom az ablakot és kinézem. Ezt értem, de hogy néz ki? Nem figyelt az alá. Felhúzom a redőt, kinyitom. Ne kezdj el a gét előről. Akkor folytatom. Kinézek. Jó, ezt hagyjuk. Második kérdés. Hol lakik? Hol laknak hát a bolygón? És milyen az? Itt is meg. Az óvodában boglárka lévik. Fél tőle? Igen. Feltartotta a kezét, és fél évig kómába estünk. Ki nem állhatta még a légiskolát, mert a szúnyog tanárnéni mindig nem sem. Harmadik kérdés. Az anyja beteges? Igen, az anya beteges, ezért elvegyük az északi kérdésre. De a poszba és cíjtok, majd meg a teapár. De akkor nem kacsa? Az anya meg kacsa. De kacsas. Negyedik kérdés. Kér bogátlanítást? Az megnézzük. Hát én sem tudom. És most következik az utolsó kérdés. Hány éves? Ötször felhúzom a redőt, hatszor kinyitom az ablakot, és hétszer kihajolok. Remélem jövőre is találkozunk. Ha ismernek egy szúnyogot, hívjanak a 121-es telefonszámon. Viszlát!